Ha volt olyan ember, aki csütörtökön járt életében először Szombathelyen, és netalántán az Ízeum környékére vetődött, elégedetten nyugtázhatta magában, ez aztán a város, itt pezseg az élet. A helybeliek is felsóhajthattak, végre történik valami. Ez a valami a Bloom nap volt. James Joyce Ulysses című regénye azon művek közé tartozik, amelybe belepillantva mindenki felkapja a fejét, és az irodalmárokat leszámítva kevés az olyan ember, aki 20-30 oldalnál többet képes belőle elolvasni. A szervezők minden esetre megtalálták az alkalomhoz s a műfajhoz legjobban illő formát, az akcióműsort. Így aztán nem is beszélhetünk az események egymás utánjáról, hiszen egyszerre több akció is zajlott egymással párhuzamosan, mindegyik kivétel nélkül a helyben alkotás hatásaira építve, s mindegyik lényege a be, illetve megmutatkozás volt. Elhangzott a regény szövegéből kiemelt idézet, ugyanerről való elmélkedés, előadásra került a könyv híressé vált borotválkozási jelenete, egymás után ketten is megragadták az alkalmat és a jelen esetben villany borotvát, James Joyce szombathelyi reinkarnációja, Massi Ferenc saját kezűleg osztogatott pecséteket Joyce aláírásával. Miközben az Ízeum oszlopai előtti színpadon vesét sütöttek, ez alatt festmények készültek, mikromágiát folytattak a könyvlapjainak preparálásával, s az oszlopokon cipőbe való sarokbetétekben, előttük pedig elhullajtott lúttal betétekben gyönyörködhettek a résztvevők. Mint azt Strasberger József, az ötlet szülőatya elmondta, rendkívül örültek a viszonylag kicsi, bár rendkívül lelkes közönségnek, s nagy eredménynek tekintik, hogy a közönség soraiban nem csak olyanok akadtak, akik a Textil Biennáléra érkeztek. Nem ez volt az első Joyce-szal kapcsolatos rendezvény városunkban. Tavaly ez időtájt zajlott egy, a Joyce kutatások eredményeit összegző konferencia is, s a mostani akció szervezői reményeiket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a rendezvény talán képezheti egy évenkénti akciósorozat alapját, ugródeszkának tekinthető ahhoz, hogy hagyományt teremtsen, s akár országos szintű alternatív művészeti fesztivállá nője ki magát, ha lesz rá igény. De, hogy Barták Balázs szavait idézzük, ki beszél itt, Joyce-ul. A Bloomsday néhány évvel ezelőtt formabontó szülinapi zsúrnak indult. Rögtönzött házi muzsikálással, kerti festegetéssel és jóféle írsörrel higítva. Aztán miként egy légből kapott ötlet, lassan gyarapodni kezdett Viráglipót szombathelyi tábora. Jöttek a virágimádó fiatalok és a virágkorukat élő művészemberek. Ajándékba hozták kezük munkáját, dalaikat vagy éppen szövegeiket. Ezt úgy hívják, hogy performance. A Bloomsday már a valódi városi rendezvényén nőtte ki magát, saját költségvetéssel ismét sikert aratva. A hely szellemét jelképező római kori Ízis szentély pedig legalább újra kultikus szertartásoknak ad otthont. Mert június 16-án, Viráglipót születése napján, Szombathelyen mindig születnek regénybe illő kis ötletek. Joyce Bloom családi leszármazását Magyarországra helyezte. Leopold Bloom édesapja a regény szerint még Virág néven Magyarországon látta meg a napvilágot, mégpedig nem is akárhol, hanem Szombathelyen, és Szombathelyről került el Írországba, és ott vette fel a Bloom nevet. Itt június 16-án 1997-ben történik Szombathelyen, az tulajdonképpen egy ehhez hasonló ünnepség, Szombathely és Szombathelyen együtt Magyarország is végre ráébredt, hogy a 20. századi világirodalom legnagyobb regényében, ebben az alapművében őróla is szó van. Azt, hogy improvizáció, illetve nem teljesen, mert valamennyire meg volt tervezve, most egyszerűen én idegesítő szerettem volna lenni. És ahhoz ez a néhány effekt nagyon megfelelt. Már egyébként én nagyon szeretem ezeket az ilyenfajta hangokat, amiket remélem, hogy más ember idegesítőnek talál.
Egyáltalán nem arról szól a zene, zenélni nem arról szól, hogy embereket szórakoztatni. Arra ott van a Dallas meg a kocsmák. Zene. De én így imádkozom.1904. június 16-án reggel Leopold Bloom, az Ulisses hőse elindult, hogy könyvet vásároljon feleségének. James Joyce tolla ezt az egy napot örökítette meg regényében formabontó időkezeléssel. Erre a napra emlékezve indultak el tegnap délelőtt a Bloomsday résztvevői is, hogy a szombathelyi származású Leopold Bloom szülőházától az Ízeumig vezető utat tejszínhabbal pecsételjék le. Regényben a Leopold Bloom szombathelyi származású, ez megint ha akarom blöf, ha akarom egy véres valóság, utána jártunk levéltárakban. Van némi esély annak, hogy valóban itt született Joyce regényhőse. A program kora délután folytatódott a képtárban és az Ízeumban. Osztrák művészek várostelemző kiállítása nyílt meg Közterek címmel. Ehhez csatlakoztak Körösényi Tamás tanítványai a képzőművészeti főiskoláról. 14 fiatal művész munkáját fogja egybe a Bűnmézet című kiállítás, harmadikként pedig kortárs alkalmazott művészi alkotásoknak adott otthont a képtár. A kitartó közönség láthatott több performanszt, csodálhatta Lojz Viktor szobor hangszereinek különleges hangját, részese lehetett hangköltészeti előadásnak, este héttől pedig Méhes Csaba Robinson Torzó című darabját élvezhette az MMIK-ban. Az éjszakai órák helyszíne újra az Ízeum volt, ahol a tudósok, a Csen és az Anima adott koncertet a még mindig lelkes hallgatóságnak. Június 16-át maga Joyce nevezte először Bloomsday-nek. Születésnapján kívül ez volt az egyetlen dátum, amelyet minden évben megünnepelt. Az úgymond igazi Bloomsday hagyománya azonban, amikor lelkes hívek Dublinban első alkalommal járták végig azt az útvonalat, amelyet Leopold Bloom a főhős tett meg a kérdéses napon, csak 30 évvel később, 1954-ben teremtődött meg. A Bloom rajongók azóta is elsősorban Dublinba igyekeznek, de évről évre egyre több város csatlakozott, legutóbb például Peking saját rendezvényeivel az immár világméretű ünnepséghez. De maradjunk csak nálunk, ahol a ma Székely Ákos vezette csoport közel egy évtizede szentelte először június 16-át Virág Lipótnak és a progresszív művészetnek. Okuk volt rá bőven. A Virág család szülővárosaként ugyanis Szombathelyet jelölte meg maga az író. Bár az irodalom tudósai máig vitatkoznak azon, hogy honnan szedte Joyce a magyar városnevet, Fejsz György városatya szerint kétségtelen és bizonyított tény, hogy a szülőháza főtéren állt és áll most is. Jó lehet, Virág Lipót csak kitalált személy, rendre minden évben lepecsételik a házhoz vezető utat, a Virág család emlékére elhelyezett táblát pedig fellobogozzák a két ország zászlajával.
A trikolorok alatt a kitüntető korábbi látogatások után már másodszor nem állt senki az írek részéről. Ezzel szemben másodszor avattak Blum lovagot. Idén Elek István a progresszív magyar művészet egyik jeles alakja, performer, vagy ahogy csak magát jelöli, a helyettes szomjazott művészcsoport volt tagja térdepeltő büszkén, hogy a világító kapanyéllel e szent eszközzel lovaggá üssék. A lovag azonnal meg is mutatta, mivel érdemelte ki a rangot, ki értette, ki nem performanszát. Folytatva az utat, a sárga ingesek és a hozzájuk csatlakozó közönség a Blum galériához érkezett, ahol az elmaradhatatlan Irviszki mellett nyitották meg a Blum mappa kiállítását. Regény megjelenése óta eltelt 99 év, természetesen az ír fővárosban sem múlt el nyomtalanul. Lebontották már Joyce-ék házát, a főhős kocsmája helyén pedig fodrászok működik. De Szombathelyen még sokáig hirdeti a szülőház táblája a kultuszt. Ha azon nem is, máson azonban meglátszik az idővasfoga. A lelkesedés évről évre egyenes arányban látszik csökkenni a programok számával és újdonságával. Ennek ellenére sem a szervezők, sem a közönség nem tett le még arról, hogy a szombathelyi Bloomsday egyszer valóban nemzetközi, vagy legalább a közönség részéről is országos fesztivállá váljon. Létezésünk megmagyarázhatatlan csodáját keresték azok a képzőművészek, akik alkotásaikban Virág Lipót emlékét élesztik minden évben ezen az egy napon. A művek mellett talán csak Sean Murphy, az ír producer jelenléte volt csábítóbb a Pince Galéria közönsége számára, aki tréfás kedvében és hihetetlen izgatott vévélázban égett egész délután. Most jön a haszomítás, hogy fel kell mennem megnézni, jó, csak 5 percem van. És tényleg nem maradt sokkal tovább, mert az állás 1-1 volt, és tudják a foci sokaknak talán a létezés megmagyarázhatatlan csodája. Játszottam vele, és már rájöttem, hogy húha, vasárnap, június 16. Joyce népének csapata, a Blumok leszármazottai kikaptak. A látogatók a kiadványban szereplő alkotásokat nézegették, és ez alatt végre Sean teljes nyugalommal válaszolgatott kérdéseimre, hogy miért fontos a Blum nap, és hogy hogy érzi magát egy ír szombathelyen éppen június 16-án. Itt nekem ez egy különösen nagy élmény itt lenni Szombathelyen ezen a napon, mert bár Magyarországon élek 12 éve, mindig itt akartam jönni erre a napra, és valahogy sosem jött össze, vagy külföldön voltam, vagy nem egy hétvégi napon esett, vagy más-más okok miatt. És így végre 12 év után tudtam ide jönni, és fantasztikus élmény volt. A dublini emberek, hogy stílusos legyek, manapság inkább divatból ülik meg a virágnapot. Bizony nem tudtam, hogy úgy hozza a sors, hogy éppen a megnyitás alatt Írország fog játszani Spanyolország ellen. És 3 órakor lett volna a megnyitás, és az 90. percben egy ír 11-es miatt lesz mégis hosszabbítás, bár most tudjuk, hogy nem volt sikeres. Így volt egy 5 perces résem a 90. perc és a rájátszás között, hogy gyorsan nyissa meg ezt a kiállítást, és úgyis a foci volt a témám. És idéztem is a volt Liverpool-i edzőtől, a Bill Shankly-től, amikor azt mondta, hogy a foci nem létkérdése, nem élet-halál kérdése, hanem annál sokkal fontosabb. És az érvényes volt nálam is ma, így hogy egy érdekes körülmények között lett megnyitva a mai kiállítás. S noha Blum június 16-án randevúzott először Nórával és Ulisszesének története is ezen a napon játszódik, vigasztalja önöket, akik talán a mérkőzés miatt maradtak otthon, hogy a kiállítás nem csak ezen az egy napon látogatható.
Hódola Joyce-nak vagy Viráglipótnak, ünnepe az irodalomnak, kultikus processzió, útlepecsételéssel, a feltételezett szombathelyi Blumház fellobogózásával és egy seregkortárs képzőművészeti kiállítással. Ilyenkor jelenik meg a Dublin folyóirat, melyben kortárs grafikusok Joyce ihlette alkotásai láthatók. Tulajdonképpen ez a Dublin magazin, illetve ez a kiállítás sorozat, ez ugye az angol nyelvhez, ugye Írországon és Dublin és Bloomsdale-en keresztül legalább annyira kötődik, mint a magyar nyelvhez. És ezt akartuk tulajdonképpen visszaadni egy ilyen kettősséggel. Idén az Ifjúkori önarckép című regény újrafordítása volt a középpontban. Szobotka Tibor szövegéhez Kappanyos András készített jegyzeteket. A könyv vége felé szerepel egy ilyen mondat, most magyarul mondom, hogy az út tárába Halliheden át vezet. Ez ugye így önmagában egy átlag magyar olvasónak semmit nem mond, se tárál, se Halihed helynév nem mond semmit. Ezért annak idején Szobotka Tibor leegyszerűsítette ezt a mondatot, kihagyta belőle ezeket a helyneveket, és ez úgy szól, hogy a legrövidebb útnak nincsenek kitérői. A nap fő attrakciója Naimányi László száműzött Joyce című darabjának ősbemutatója volt, melyben az ír szerzőt Szombathelyre száműzik, és Viráglipót házában tölti június 16-át, azt a napot, melyen az Ulysses játszódik. Samuel Beckett, Ezra Pound, T.S. Eliot is a Blumházban vendégeskedik. Én nagyon sok helyen éltem a világban, hát most New Yorkban élek már hosszabb ideje, de Szombathely egy remek város, szóval én nagyon jól érzem itt magam, és szerintem a kultúra az, amivel Szombathely meg tudja találni a maga helyét. Hát, hogyha belegondolunk, hogy a századforduló idején ez egy kulturális központja volt Magyarországnak. Talán Budapest mellett a legjelentősebb. Szombathely megkapta, amit akart. Igazi kultuszhelyé vált. Pecsételt utcákkal, helybéli sztorikkal fűszerezett darabbal, és a városlakók közül talán sokan nem is tudják, milyen jól jártak. Belevésték városok nevével önmagukat is a világirodalomba. Szerepelnek szülőföldjük neve alatt az újkori irodalom egy remek művének oldalain. A Blum-mappák átadásának örök helyszíne a Blum Galéria, mely a Szépház emeletén fogadja a látogatót. Odysseus bolyongását is jelképezheti a hajó vitorlájára emlékeztető installáció, ami persze felfogható sárkányrepülőnek is. Az idei június 16-a kissé szomorkásra sikeredett, a rögtönzött performance ugyanis búcsú volt. Senki nem vitt virágot, színházban nem jöttek az emberek, ez mi? Ma Bajkovics Péter, A pufajkás elvtársnak öltözött Székely Ákos és a piros pólót viselő Abajkovics Péter bőröngyeiket megtömve indultak útnak. Nyilatkozatra dr. Máriást bírtuk. A Bloomsday az egy számomra rendkívül fontos esemény. Egy csendes, visszafogott, 10 éve jó részt egy kisebb, de nagyon fontos közösséggel foglalkozó, azt mozgató, annak fellépő, megjelenő fesztivál sorozat volt. Én ezt nagyon fontosnak és Magyarországon szinte egyedülállónak tartom. Nagyon sok olyan képzőművész, költő és zenész léphetett itt, feljelenhetett meg, akik egészen ritkák, mégis ritka a fellépésük, megjelenésük, mégis nagyon-nagyon fontos a mai magyar művészet szempontjából. A mai világ és az utóbbi 10 év főleg arról szól, hogy a média, a politika, az egész nyilvánosság a minél alpáribb, minél alacsonyabb színvonalú, minél gagyibb irányába próbál eljutni, hogy ezáltal hát akkor 3-mal több szavazatot, vagy nézőt, vagy fogyasztót tud szerezni. Ezt ugye azért nem veheti senki komolyan, hogy a kultúra és a művészet fölvállalhatja ezt a teljes elhűlést. Ezért természetesen, hogyha egy műnek, akár a Joyce Ulysses-éről, akár Mozart, de hagyd ne soroljuk a többi mára már nagyon is elismert zenésznek és művésznek a tevékenységéről van szó, hogy csak a befogadók száma vagy a közönség mennyisége határozza meg valaminek a fontosságát. Ez az esemény nagyon fontos, elviszi Szombathely hírét mindenhova. James Joyce kiváló regényének és fantasztikus személyiségének egy nagy emlékművet állít, és tovább viszi azt a kreatív szellemet, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember egy minőségi életet élhesse. Aztán irodalmi processzió keretében áttértünk a következő helyszínre.
Úti célunk a Blumház volt, ahonnan Joyce Ulysses című regénye szerint Rudolf Blum, Viráglipót apja indult útnak egykor. A Blum szellemét élesztők az újonnan felavatott Joyce szobor elé vetették kincseiket. Elpotyogtatott holmik hevertek az író lába alatt, menekülő vagy önkéntes számüzetésbe vonulók hagyatékaként. Ismét eljött június 16-a és vele James Joyce hőse, Viráglipót, azaz Leopold Bloom, hogy végigvezessen bennünket egy mindennapostól merőben eltérő, izgalmas, performanszokkal, kortárs bemutatókkal, előadásokkal, koncertekkel megspékelt napon. Egy szombathelyi polgárnak azért fontos, mert az Európához való csatlakozásnak ez egy igazi, valódi, hogy ahogy mondani szokták, törölmetszett megvalósulása lehet. Hát én azt gondolom, hogy az a Bloomsday, ahogy a nagykövet úr is elmondta, ha már nincsen szinte olyan ország, ahol ezt ne ünnepelnék, június 16-án ez összeköti Európát, és azt gondolom az egész világot is, hiszen Rio de Janeiroba vagy Új-Zélandba éppen így tartanak Bloomsdayeket. És hát az, hogy nekünk olyan szerencsénk volt, hogy Joyce a Viráglipót születését Szombathelyre tette, ez azt gondolom, ez Szombathely kötelességévé is tenni, akkor is, ha ilyet nem csinálnánk. De hála azoknak az embereknek, akik ezelőtt már 15 évvel úgy döntöttek, hogy ez egy fontos dolog, és szerencsére Szombathely városnak, hogy ezt a politika is akkor megérezte és elfogadta. Én azt gondolom, hogy ennek a kiteljesedését járhatjuk a mai napon, és ez ennél nagyon megtiszteltetés, hogy egy ír nagykövet minden évben eljön, és itt megnyitó beszédet mond, azt gondolom nem is kell ezt tovább fokozni, vagy mondani, vagy indokolni. ...1994-ben néhány játékos kedvű irodalmár és képzőművész, felismerve a virtuális kapcsolódás valódi posztmodern gesztusát, először ünnepelte Szombathelyen június 16-át. Minden évben itt vagyok, sőt már előtte hetekkel vagy hónapokkal várom a Bloomsdayt. Szombathelyen ugye kellenek olyan emberek, akik a világot Szombathelyhez kötik, vagy a Szombathelyt a világhoz kötik. Ezek egyike Leopold Bloom, vagy rajta keresztül James Joyce is. Szerencsére Leopold Bloom az van Szombathelynek, és van még rajta kívül néhány ilyen, például akár Szent Márton is ilyen, aki a világot Szombathelyhez köti. És én fontosnak tartom, hogy róluk alkalmanként megemlékezzünk. 2005-ben Írország támogatásával elkészült James Joyce életnagyságú szobra, Veres Gábor szobrászművész alkotása, amint a ház falából kilépve üdvözli az arra járót. Az egyik legjelentősebb szombathelyi rendezvény, másrészt azért, mert legjelentősebb turisztikailag, tehát most nem az, hogy egész Írország idejön, de azt tudjuk, hogy a Bloom hívők és a Bloomot szerető emberek Európában egyre többen vannak. És ugye itt ez nem csak egy regényről van szó, hanem egy kultuszról van szó, és ezzel a kultusszal, ha ez a város nem tud élni, hát akkor megérdemli. Az idei ceremónián lobogott az ír és a magyar zászló, szabadtéren szólt az ír kocsmazene, a Bloomozók pedig a szokásos módon festékkel pecsételték meg a program útvonalát, hogy néhány hétig, hónapig az aszfalt őrizze a 2007-es emlékezés nyomát. A művészetek házában digitális fotókból összeállított kiállítás nyílt. Ez a válogatás elég furcsán alakult, mert nagyon sok embernek szóltam, nagyon sokan visszamondták, nincsenek itthon, más csinálnak, dolgoznak. Végül is akik részt vettek, azok Londontól kezdve Lincen keresztül Tallinig mindenfelé laknak, azok pontosan ideértek azok a képek. Illetve a társaság jó része itt végzett a művész része a középiskolában, és ez is egy érdekesség a kiállításnak, hogy hát mi lett azokból, akik itt is 14 évesként kezdték. Joyce köztünk él, velünk van. Ha a főtéren járunk, látogassuk meg. Az első Bloomsdayt 1994-ben rendezték meg Szombathelyen. A helyszín apropóját az adja, hogy innen származik a főszereplő Leopold Bloom, regénybeli apja. Az azóta eltelt évek során számos művészeti ág kapcsolódott a regényhez. Megalapították például a Leopold Bloom folyóiratot, színdarabot írtak a mű alapján,
könnyűzenei együttesek és az ír népzene számos hazai képviselője csatlakozott a rendezvényhez, amely idén minden tekintetben kibővült. Most ugye 3 naposra nyúlott, az a hagyományosan június 16-án megrendezett Bloomsday, aminek több oka is volt, egyrészt nagyon sok ötletünk volt, mint például ez, ami itt alattunk van, ez a füvesítés, a zöld sziget, másrészt pedig hétfőre esik, ugye június 16-a, és próbáltuk picit popularizálni persze az igényesség jegyében a Bloomsdayt. Helytörténeti kutatások bizonyítják, hogy Szombathelyen a főtér 40-es számban Bloom nevű család lakott. A házat ma emléktábla jelöli, valamint itt található James Joyce életnagyságú szobra, amint a ház falából kilépve üdvözli az arra járót. Idén az épület ablakából mondott ünnepi köszöntőt Ipkovics György polgármester és a városba érkező ír nagykövet. Mivel csak most érkeztem, a programokat még nem láttam, de nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy az irodalmon keresztül ismeri meg az egyik nemzet vagy város a másikat, és így reményteljes kapcsolatokat építhetnek ki egymással. A programban alternatív zenei koncertek, filmvetítések, kiállítások, fordítói szimpóziumok váltogatták egymást, és kiszolgálták az ír alternatív művészet iránt fogékony közönséget. Adásunkkal egy időben is tartanak a Bloomsday Blooms Night rendezvényei városszerte. Virágliportot kiállításokkal, koncertekkel ünnepli ma Szombathely. James Joyce Ulysses című könyvének magyar származású hősére minden évben június 16-án emlékeznek meg a szombathelyiek és az ide látogató turisták. Hogy a Bloomsday egy emblematikus és színes voltja most már Szombathely város kulturális életének, és ez a színfolt egy kicsit ápolja a kapcsolatokat a nemzetek között is. Ezt mondta a megnyitón a polgármester, aki napközben már bemutatta a várost az ír köztársaság nagykövetének. A nagykövet elárulta, 19-20 éves volt, amikor elolvasta James Joyce könyvét, akkor ismerte meg Szombathely város nevét. A szervezők színes programokat állítottak össze erre a napra. Bemutatták például John McCourt Joyce Tristben című könyvét, de a kortárs művészetek kedvelő is megtalálhatták számításaikat. Ebből most a könnyűzenei vonalon lesz 2 koncert, az egyik a Korai Örömnek, amely szintén nagyjából úgy, mint a Bloomsday 2 évtized zenekar, ez lesz majd a záró koncert, de lesz egy autentikus koncert is a Little Bennek. A délutáni programok idején egy fiatalokból álló képzőművész csoport készített performance Joyce könyvének egyes részleteihez. Adásunkkal egy időben nyílik meg az Írókész galériában Tóth Gábor akcióművész kiállítása is. Az idei évben az Agora központ adott helyet a Bloom napi rendezvényeknek, amelyen részt vett az ír nagykövet is. Mint John Deedy ünnepi köszöntőjében kiemelte, Magyarország a kiegyezés idején nagy hatást gyakorolt az írekre. Egy könyv is született, Magyarország felemelkedése címmel, aminek ihletője állítólag maga Bloom volt. Az ír-magyar kulturális kapcsolatokban különleges helyet foglal el Szombathely. A képzeletbeli szülővárosa az egyik legnagyobb írónk, James Joyce, Ulysses művének, főhőse édesapjának. Szombathely hosszú évek óta ápolja ezt a kulturális programot, és ezzel az ír-magyar kapcsolatokat. Ugyancsak a két ország közötti kapcsolatokat méltatta Puskás Tivadar polgármester is, aki azt mondta, a magyar és az ír nép közötti barátságot viszi tovább a Bloom nap. Nagykorú az a város, amelyik hagyományt tudott abból csinálni, és hagyományként tartja fenn ezt a kulturális értéket. Könyvbemutatót is rendeztek a Bloom nap keretében, de filmvetítés és koncertek is színesítették a programot. Aki pedig megszomjazott a nagy melegben, annak a nagykövet csapolta az írsört. Kiállítást is rendeztek, általános és középiskolás diákok munkáiból nyílt tárlat. Odysseus hajóját kellett megépíteniük a diákoknak. A hagyományokhoz szíven idén is a térkövekre kerültek a pecsét feliratok a szombaton tartott Bloomsdayen. Az ünnepet 18 éve tartják meg minden évben Szombathelyen június 16-án. Ezen a napon játszódik James Joyce Ulysses című regénye is. Főszereplője Leopold Bloom édesapja Szombathelyről vándorolt ki a történet szerint.
Az ünnepségen idén is voltak újdonságnak számító programok. Ugye az, ami összeköti ezeket a dolgokat, az a elsősorban a kortárs művészetekhez való kötődés, illetve magához a regényhez, meg az írkultúrához való kötődés, ezek a hagyományos vonalak most is megmaradnak. A fő csomópont, a fő pont, amihez a mai napot alakítottuk, ez az új Ulisses fordításnak a hivatalos szombathelyi bemutatója. Hosszú évtizedek után egy négyfős team Kapanyas András vezetésével fordította le újra az Ulisseszt. Ők itt lesznek nem sokára a könyvbemutató kapcsán, el is mondják gondolataikat. És még ami mondjuk az írkultúrához kötődik, az Írmagzenekarnak a koncertje. És ami pedig a kortárs művészeteket hozza a mai napba, az egy nagyon sajátos tévinstalláció, ami a főtéren épül. Épült a művészeti szakközépiskolások végzős két diákja, Lakosi Krisztián és Richard készített egy térinstallációt, egy Joyce feliratot, illetve természetesen megvoltak azok a hagyományos dolgok, amik most már 18 éve mindig a pecsételés, és azok a koncertek, amik egy picit az underground művészetet hozzák Szombathelyre. Ez most talán az utolsó koncert, a Norris Garden szombathelyi zenekar koncertje lesz. Készül a James Joyce nevét ábrázoló térinstalláció. A művet fiatal alkotói már a Bloomsday előtt elkezdték készíteni. Igazából ez az egész egy nézőpontból fog majd kirajzolódni, ez a Joyce felirat. Ezek PVC csövekből készültek, hegesztettünk hozzá talpakat, és ilyen kis organza anyag, egy ilyen sejemmel bevontuk az egészet, ami olvashatóvá teszi ezt az egészet, hiszen ezek a PVC csövek csak tartó elemként szolgálnak. De egy ilyet megtervezni nem lehet könnyű dolog, először fejben kell elképzelni, hogy hogyan nézzen ki? Vagy igen, először fejben készítettük el, majd számítógépen centiméterre pontosan kiszámítottunk mindent, és úgy készült utána. Ezt hárman csináljátok, ugye? Igen, igen. Mennyi idő alatt készül el? Most már lassan vége talán. Hát egy 4 napja dolgozunk rajt, éjjel-nappal. Szombaton mutatták be az Ulisses legújabb fordítását is az Agora szalomban. Az eseményen részt vett a fordítást vezető Kappanyos András és munkatársai is. 4-en dolgoztunk együtt, elmondom a nevüket is, tehát Gula Marianna, Kis Gábor Zoltán és Szollár Dávid a csapat másik 3 tagja. A munka kezdete az 2002-re tehető. Akkor először természetesen azzal foglalkoztunk, hogy a saját eszközeinket készítettük elő, tehát minden szövegváltozatból csináltunk digitális verziót, lefektettük az alapelveket, alapkutatásokat végeztünk, ilyesmi. Az igazán intenzív része a dolognak az 2006-tól nagyjából 2010 elejéig tartott, amikor lényegében a szöveg elkészült. És hát utána pedig máig az utómunkálatok folytak. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni, hogy minden fejezetből valaki elkészített egy első változatot, ezt a többiek elé bocsátotta, többiek miszlikbe szedték, rámutattak a hibákra, megoldásokat javasoltak, visszaadták, akkor ezt ülepítettük, mentünk a következő fejezetre, és amikor így végigmentünk az egészen, akkor elkezdtük előről. Tehát minden egyes szóban, ha úgy tetszik, mindnyájan benne vagyunk. Bár az új fordítás már 2 éve elkészült, egy ideig nem tudták kiadni, mivel a Joyce művek jogtulajdonosai nem válaszoltak a Magyarországról érkező megkeresésekre. 2011 végén viszont lejártak a szerzői jogok, így tudták újra kiadni az új magyar fordítást, ami a korábbiaknál sokkal érthetőbb, követhetőbb lett. Az Ulisses írója 19. alkalommal szemlélhette a tiszteletére összegyűlteket a Blum család egykori otthona a főtér 41 szám alól. 19 évvel ezelőtt néhány szombathelyi képzőművész úgy gondolta, hogy megragadva azt a kínálkozó lehetőséget, hogy James Joyce Ulisses című művének főszereplője, szombathelyi származású, ekköré a gondolat köré épít egy kortárs művészeti eseményt. Egy ilyen nagyon pici performanszal indult, és lett belőle az, ami most, tehát egy teljes napos kortárs művészeti fesztivál. A Bloomsdayre Írország nagykövete is ellátogatott, és elsőként ő helyezte el az idei rendezvény hagyományos pecsétjét is.
A programra ezúttal is számos látogató érkezett, közöttük olyan is akadt, aki a helytörténészek kutatásai nyomán maga is érdekes adatokra bukkant. Nagyon szeretem ezt a Blum kultuszt. A második szempont azért az, hogy ez egy nagyszerű ünnep a városban, és mindig kiváló emberek voltak ennek a bulinak a környékén. A harmadik, ami egy kicsit személyes, hogyha az Orbán Robi kutatásai igazak ebbe az ügybe, hogy ez a Leopold Blum ez szombathelyi volt, akkor a Rohonczi zsidó összeírás alapján talán még rokonok is lehettünk. A kortárs művészeti ünnepen nyílt meg Nagy Csaba Munkácsi Díjas képzőművész kiállítása is Enigmatikus táj címmel. Engem olyan szempontból érdekel a táj, hogy egyrészt hogy helyezzük el magunkat benne, hogy hatunk rá, hogy hagyunk benne nyomot, és hát ezek a tárgyak inkább erre utalnak, erre a fajta viszonyra, ami közöttünk és a természet között kialakult így az évek folyamán. A Bloomsdayt koncertekkel, könyvbemutatóval és Joyce művének felolvasásával tették idén még emlékezetesebbé a szervezők. A hagyományokhoz hűen idén is a főtéren Virháglipót szülőháza előtt kezdődött az egésznapos ünnepség. Nem maradt el a hagyományos pecsételés, porcukorral és liszttel szórták ki Leopold Blum felirattal az utat a zsinagógáig. Szombathely pezsgő kulturális életét jól frissíti, üde színfolt ebben a Bloomsday, amikor bővebben megismerhetjük az írek kultúráját, az ír zenét, és nem utolsó sorban az ír sört. Ez köszönhető James Joyce-nak, aki a könyvébe, regényébe beleírta Virág Lipotot, beleírta a Szombathelyt. Az ír kultúra 100 éves hagyománya a Bloomsday, az ír nagykövetség is minden évben fontosnak tartja a szombathelyi ünnepet. Yes, there are certain similarities. It's all about Leopold Blum. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szombathelyi Bloomsday is sokban emlékeztet bennünket azokra a pillanatokra, azokra az eseményekre, ahogy mi Írországban, Dublinban ünnepeljük Bloomsday napját, mikor az emberek beöltöznek korhű ruhákba, és nem csak az irodalomnak, hanem egyéb művészeti ágaknak is teret adhatunk ezen a napon. A tavaly megkezdett hagyományt folytatva idén is képzőművész egyetemisták mutatták be Leopold Blum személyiségének egy meghatározó tulajdonságát. Idén az emberi viszonyokról, kapcsolatokról szólt a kiállítás. Ez az egész kiállítás a kezekről szól. Ez arról szól, hogy igazából hogyan viszonyulunk a másik felé, a embertársunk felé, hogy nyújtjuk el kezünket, vagy nem. A Blum napon írsőrrel is ünnepeltek, a programot tradicionális zenei koncert zárta. Ahogy több mint két évtizede, idén is a főtéren, Virág Lipót szülőháza előtt kezdődött az egész napos ünnepség. Sokszor beszélünk arról, hogy az irodalom, a kultúra az határokat bont le, népeket, országokat köt össze, és jelen esetben nem csak beszélünk erről, hanem igenis teszünk, illetve tettek elődeink is ezért. Nem maradt el a hagyományos pecsételés. Porcukorral és liszttel szórták ki az utat a zsinagógáig. Az ír kultúra 100 éves hagyománya a Bloomsday. Az ír nagykövetség is minden évben kiemelten fontosnak tartja a szombathelyi ünnepet. A Bloomsday egy nagyszerű kulturális esemény Írországban, de szerte az egész világon. Tény, hogy mi nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy megünnepeljük a Bloomsdayt itt Szombathelyen. Annyira, hogy a mi ünnepségünk Budapesten egy hónappal később lesz. Lévén, hogy az a tény egy nagyon fontos kulturális kapcsolat Írország és Magyarország között, hogy Joyce regényének központi karaktere Szombathelyről származik, mondta el Pat Kelly ír nagykövet. Ahogy már harmadik éve minden alkalommal, idén is részt vettek az eseményen alkotásaikkal a képzőművész egyetemisták és tanáraik. Ez egy speciális kiállítás, ami kifejezetten a Blum napok eseménye sorozat, vagy az esemény napjára készült el. Ugye, ráadásul érdekessége, hogy hallgatók készítették. Ugye évről évre a tanszék oktatókkal és hallgatókkal vesz részt a Blum napokon, főként kültéri installációkon, illetve más programok megszervezésében. Ez most egy picit sajátos, hiszen kifejezetten a regény volt a kiinduló pont, és a regény valamiféle feldolgozása. Természetesen idén sem maradt el az ír muzsika és a tradicionális ír sör sem, melynek első csapolását az ír nagykövet és Takács Nétenki Mária jogi és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke vállalta magára.
Az ír, majd a magyar himnusszal kezdődött a két ország kulturális kötődését is erősítő Bloomsday, ezután korabeli ruhákba öltözött középiskolások táncát élvezhette a közönség a főtéren, a 41-es számú ház előtt, amely a krónikák szerint James Joyce főhősének otthona volt az 1800-as évek közepén. A Bloomnap résztvevőit és az érdeklődőket Hende Csaba országgyűlési képviselő köszöntötte. Többször is járhattunk Írországban, és mindig meglepett az a hasonlóság, az a kézzel tapintható nagyfokú rokonság. A szombathelyi Bloomsdayen részt vett az ír nagykövet is, aki elmondta, országa nagyra értékeli a város kulturális törekvését, amely az ír-magyar barátságot tovább erősíti. Oh, it means a great deal. Joyce művének köszönhetően tényleg bekerült Szombathely a világirodalom legfontosabb művei közé. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok ír látogat Szombathelyre, és nagyon sok ember áll meg James Joyce szobra előtt. Azon kívül utal a kulturális kapcsolódásra az is, hogy a két nemzet között számtalan történelmi és attitűdbeli hasonlóság is van. A szombathelyi Bloomsday valódi összművészeti fesztivál. Nagyon mélyen bent van az ír-magyar barátság, hiszen minden évben tiszteletét teszi az ír nagykövet úr, fantasztikus ír zenéket hallhatunk, ír söröket fogyaszthatunk, és a kortárs művészeti életnek az irodalomtól, a zenéig, a kézművészettől, egészen a fotóig sok-sok oldalát villantja meg az idei Bloomsday is. A rendezvényen csapra vertek sörös hordót, így az ír sört minden érdeklődő megkóstolhatta. A résztvevők korabeli ruhát öltözve élhették át 1904. június 16-a hangulatát, és természetesen idén sem maradt el a pecsételés. A Bloomsday feliratokat porcukorral hintették fel a főtéren. Miközben a színpadon a zenekarok blues legendákat és ír kocsmazenét játszottak. A főtér 40-41 szám alatt élhetett egykor Virág Lipótnak, a világhírű regény főszereplőjének édesapja, a Blumházat az író szobra jelöli. Az épület előtt nyitották meg ezúttal is a szombathelyi Bloomsday programsorozatát. Június 16-a a Bloomsday, azaz James Joyce Ulysses című regényének a napja. Az ünneplés 1954-ben Dublinból indult, már a nemzetközévé nőtte ki magát, hiszen a világon mindenütt megemlékeznek a műben leírtakra. Örömmel jövök Szombathelyre, a főhős édesapjának városába. Celebrated so much around the world. Ahol szeretet van, ott nem nehéz megfelezni a krumplit. Többek között ezzel az írmondással és a krumpli elfelezésével támasztotta alá az ír-magyar, a Szombathely és az ír nagykövetség között kialakult barátságot a város alpolgármestere. Európa Kultúrális Főváros pályázatunk elkészítésekor konkrét segítséget kaptunk az írektől, az ír Golvé városától, amely már nyert 2020-ban az írországi Golvé lesz Európa Kultúrális Fővárosa. Rengeteget tanultunk tőlük, és nagyon sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy Szombathely pályázat a lehető legjobb legyen. Ír zene, ír sör, kiállítások, koncertek és többek között előadások is szerepeltek a Bloomnapok program kínálatában. A főtéren például Joyce regényének angol és magyar oldalaiból labirintus készült, és persze nem maradhatott el a hagyományos pecsételés a porcukorral hintett Bloomsday útvonalon. Patrick Kelly ír nagykövet köszöntőjével vette kezdetét az idei 25. Bloomsday programsorozata a főtéren. A háromnaposra bővült jubileumi rendezvény a hagyományos pecsételéssel kezdődött, majd Nick Greek dublini színész olvasott fel Joyce Ulysses című regényéből, amelynek főhőse Leopold Bloom szombathelyi származású. A program keretében a Zsidó Kultúra házában fotótörténeti, az Irokész galériában pedig képzőművészeti kiállítás nyílt. A hétvégén több koncert, futóverseny, táncoktatás színesítette a fesztivált, amelyen ezúttal a gasztronómia is fontos szerepet kapott. Mm-hmm.